Sziasztok, ez itt újra egy ismerhető bemutató adás. A Pillars of Eternity 2-t veséznék ki nektek. Ugye elmondtam részben, hogy miért hagytam abba a 20 videó után majdnem. A másik rész végigjátszás, az egyik legnagyobb csalódásom volt egyébként ez a folytatás, ez a játék. Pedig minden olyan jól indult. Úgyhogy nem volt az édesem, mint egy bal az 2-t látnék, hogy éreztem azt, hogy ez egy teljes értékű folytatás, mind a történet előre vitelében, mind a karakterek tekintetében, hogy ugyan újra kezdjük valamelyest velük, de van pár új skill, amit már alapból tudnak, láthatóan újfajta helyszíneken járunk, de mégis érződik, hogy olyanban a világban járunk. Tehát mint a Baldur's Gate 2-nél egy friss, új kezdés, de már egy megismert karakter csoporttal, megismert világban, de annak új szegletén, és már érezzük, hogy nem vagyunk kezdők, de mégis az új rész esetén kezdőszinten kezdünk, ugye már. Tehát valahogy megvolt az a varázs, és nagyon jó volt az art design, a grafikai minőség is sokat javult, tehát ezzel nem volt probléma. Aztán amikor megláttam a harcot, azt tudtam, hogy kicsit felpörgették az első részhez képest, de azt nem gondoltam, hogy ilyen seféle se farka lesz a harcrendszer. Ez volt az első nagy csapás, bár eleinte nem érződött olyan rossznak a harcrendszer, csak később vettem észre árnyalatait. Nem tudták eldönteni a készítők, hogy ők most egy akciójátékot akarnak, egy akció RPG-t, vagy egy körökre osztott, vagy esetleg épp egy lassú, Baldur's Gate-szerű, space-es, megállítós harcrendszert. Ugyanis ugye belerakták a játékban a körökre osztott módot, de nagyon sokáig béta volt, és amikor megnéztem a videókat, meg egyszer kipróbáltam később, észrevettem, hogy ez a játék így alapvetően hiába próbálják belerakni, nem erre épül. Másrészt végig szállt lassú lesz a körökre osztott harc által, nagyon-nagyon lassú. Sokkal lassabb, mint a DBT Original Sin a saját kategóriáján belül, szerintem, és sokkal kevésbé olyan élvezetes. A megállított csata meg azért nem jön olyan sokat, pedig alapvetően azzal épült ki a játék harcrendszere. Mert az első részhez képest felgyorsították. Egyébként tudjátok mi ezt tudnám hasonlítani ezt a játékot, mint a Doom 2016-os változata a Doom Eternal-höz hasonlítható. A Doom Eternal mindent felgyorsított, berakott egy csomó felesleges és rosszul megalkotott új dolgot, és egyébként maga a játék sokkal kevésbé volt Doom-os, tehát ott még a látványvilág se jött be annyira egyébként, ami itt azért megvolt. Na, ezt tudnám hasonlítani a harcrendszert, hogy mindent felpörgettek, felgyorsítottak, mert sokszor úgy éreztem, hogy nem is kell nekem nagyon megnyomnom a space, vagy maximum csak azért kell megnyomnom, hogy átlássam a keszekusza harcrendszert, mert voltak viszont olyan kameranézetek, amikor például egy ajtótól nem láttam a delikvens ellenfelet, és nem tudtam, hogy hova kéne kattintanom. Emellett a zene is sokkal gyengébb a harcok alatt. Egyébként összességben sokkal erőteljesebb soundtracket kapunk, és nagyon jó, hogy minden nagy zenekarral vettek ezúttal föl, viszont valamiért a csatazenék szerintem sokkal gyengébbek lettek, de azon kívül minden jobb egyébként, mint az előző részben volt, de a csatazenék szintén nagy csalódást keltette. Ezen kívül a csatában még azt cseszték el, hogy mindenhol korlátokba estek, tehát az első részben szépen fel volt építve a csaták mikéntje, szinteződése, nehézsége, és csak akkor nyitották ki a lehetőséget, az se, hogy szabadra tárva, hogy mindenhol mehetsz, amikor már nagyobb szintű volt a csapatod, és meglátogatott pár árust például, vagy pár helyszínt, városkán. Itt már a legelején mehetsz bárhova, de mindenhol akadályokba, korlátokba lépsz, mind a nagy tengeren, és mind egyes szigeteken. Van ilyen sziget, aminek a fele teljesíthetetlen nagyon sokáig, a másik felét megcsinálhatod, de majd később gyere ide vissza feleslegesen órákig szaladgálva. Ez a másik nagy baj a játéknak, hogy iszonyat sokat kell benne szaladgálni. Kihúzták a játékidőt mivel? A felesleges szaladgálással, és még gyors utazás sincs. Olyan van, hogy a hajótokkal elmentek egy bizonyos már felfedezett pontra, de az nem gyors utazással megy, hanem végig kell követned a hajót, és még odaér, és közben még meg is támadhatnak. Tehát az utazás iszonyat hosszú tud lenni, hogyha még 8-an megtámadnak közben. Tehát hihetetlen. Tehát ez a másik nagy rákfenéje a másik résznek, hogy tonnányi felesleges csaszogás van hajóval, vagy akár szárazföldön. A harmadik, és talán a legnagyobb probléma a játék, ami szerint az egész tekintetében az a hajókázás, a hajócsaták, maga az a hajós rendszer rövitele, hogy kiszedték a bázisépítést, és most a hajódat építheted,
de olyan satnyán gyengén oldották meg, és idegtépő módon, tipikus ilyen idegesítsük a játékos Dark Souls módon, tehát nem nehéz a játék, hanem szivatós. Na, itt is ez a helyzet, hogy ugye az alapvetett koncepció akár jó is lehetett volna, csak a megvalósítás volt iszonyat szar. Kezdjük úgy, hogy nagyon sokféle ilyen alapanyag van, amit a morál növelésre tudtok használni a hajókban, viszont ezek azért limitáltak, főleg, hogy ahogy mondottam, a legtöbb szigeten, fél szigeten, vagy akár a tengeren korlátokba botoltok, mert olyan erős ellenfeleket rak be a kedves játék, hogy emiatt 80 felekkel össze-vissza szaladgálatok. Tehát ezáltal ugye megnövelve a játékidőt és felidegesítve a játékost. Nos, emiatt nem tudtok sokszor igazán elegendő ilyen nyersanyagot szerezni, hiszen hogyha hajóztok, ezek folyamatosan mennek, percenként körülbelül csökkennek, ha megtámadnak, akkor javítási költséghez is kellene anyagok, étel egyfolytában kell, ha valaki megsebesül a támadások során, azt is gyógyítani kell, és lehetne még sorolni. Egy csomó idegtépő idegesítő elem van, amik miatt ezek az utazások még rosszabbak lesznek. A hajó csatákat elcseszti. Nem, hogy röhelyesen minimalista, hogy ezzel a menj jobbra, menj balra ilyen szöveges megoldással, hanem amikor valós csata alakulnak ki, mert azt is esetleg lehet csinálni, amikor hajóról hajóra mentek és legyűrtek a ellen legénységet, azok repetitívek, önismétlőek és rohadt idegesítőek. Ezen kívül ott is van olyan, ahol korlátokba botlatok, mert annyira magasabb szintű a delikvás, és ebben tök könnyen bárhol bele tudtok botlani, tehát ez nem úgy van, hogy hát azért tudjuk, hogy körülbelül merre vannak a határok, hanem nem. Ahol éppen mész, bárhol előbukkanhat egy 3-4 szinten nagyobb, akkor ezeket újra le kell játszani, és azokat is, amik már messziről látszanak, hogy úgy sem fogod tudni őket végigvinni, mert legyőznek a 3 plusz 4 szintjükkel. A másik pedig a, ha már említett, ugye szöveges rész, hát ugye miután hol játszottunk már pár Assassin's Creed-del, ahol elég jól megadották a hajós harcokat, a 4-től kezdve, sőt már ugye 3-ban is volt, a 4-től kezdve nem is egyszer, meg az Odyssey, stb. Hát akkor nem ezt várnánk már, még ha csak ez egy felülnézetes játék, és akkor legalább lett volna egy felülnézetes hajócsata. Vagy egy ilyen hajómenedzsment szimulátor, vagy akármi. De nem. A régiesség, a retro film ügyében kapunk egy ilyen szöveges megoldást, ami iszonyat idegesítően van megoldva, és sokszor nem lehet felmérni, hogy igazából merre van, merre a hajó most igazából mit is fog csinálni, pedig ha ezt nem tudod, akkor nem fogsz nyerni a legtöbb esetben ezekben a szöveges harcokban. Az egész iszonyat gyenge. A hajók menedzselése és az inventory rendszere számomra nagyon elcsépelt, és most meg a dizájn sem tetszett, meg az elrendezés. És ezen kívül a hangulata is elhozta kicsit azt, ami a Risen 2-3-at is számomra kicsit félre siklotta. Ugye ott is beleerőltették a kalózos hatást, feelinget. Itt is ugye ezt éreztem, hogy ez a kalózos hatás bele van erőltetve a játékba. Tehát nem azt éreztem, hogy egy kis részét képezi a világnak, hanem a másik rész esetén az egész játékot is világot képezi, ugyan ennél sokkal nagyobb ez a világ, jóra, de a másik rész nagyobb, akár is területileg, hanem is hosszában egyébként, területileg nagyobb, mint az első részben látottam. És erre rásütötte teljesen a játék a kalózos feeling bélyegét. Mint hogyha valami kalózos játékot játszálunk, és nem is fantasyvel, ez volt az érzésem. Tehát nem, mint hogyha Eorán lennék, hanem mint hogyha a karibi tengereken lennék, a földön is ismert vízi szörnyekkel és legendákkal. Tehát csak annyi van egy-két törzs is, aki eddig nem létezett, egyébként rohadtul hasonlítanak sokszor a közép- és dél-amerikában élőkre. Szóval valahogy a világja egy kicsit kiejtett magából a másik részben, tehát is egy nagy hiba volt. Nem, hogy éreztem Eorát, inkább azt éreztem, hogy valami régi karibi szigeti térségben vagyunk. Kizökkentett, na. Míg az első részben erre tudtam teljesen élni magam, itt ezt egyszerűen nem éreztem. Tehát hihetetlen, de így van. Tehát hiába maga a dizájn nagyon szép, az effektek nagyon fejlődtek, a grafika sokat fejlődött, ha a játék az addig jól felépített fantasy világából ki akar lökni ezzel az erőltetettségével. A másik nagy baj, ha már ütött a grafikát, jól néz ki, de iszonyatosan nagy a gépigénye. Hiába írják oda, hogy alapvetően hivatalosan kicsi lenne, egyszerűen a Unity Engine-t valahogy iszonyatosan elcseszték ezzel a nagyon nagy fejlesztéssel, úgy látszik ebben a játékban, mert az első az még nagy részt jól ment, mert ott is volt néha lassulás, nem egy fajtába. Itt mindig vannak lassulások, van is 25-30 FPS-re megy a játék, pedig bemarrakva 60 FPS kert a V-Sync meg minden.
ennek ellenére itt ez. Elég sokszor csak egy hullám, és már ez történik. Úgyhogy ez hihetetlen tényleg, tehát ezt nagyon elcseszti. Aztán ami még fölhúzott igazán, az a folytonos töltögetés. Az első rész is töltögetett, de nem minden esetben. Itt szinte bármelyik épületben egy-két kivételével belementek, töltögetés van. Ez persze lehet azért, mert jobb lett a grafika, meg minden, de azért no, 2018-at írtunk akkor, ma 2021-ben szerintem még durvább, és a játék 40-50 gigát foglal. Hát jó, sok helyszín is van benne, de a legtöbb helyszín kicsi. Sokszor kisebb, mint az egyben, tehát egyszerűen érthetetlen ez is számomra, de ez a legkisebb gond, hogy sokat foglal. Az egy nagyobb gond, hogy a játék története is sokkal gyengébb, mint az első része. Igen, nem hiába, nagyon sokan panaszkodtak, hogy a fősztori szál sokkal gyengébb, ezt megerősítettem, de az igazság, hogy a mellékszálak sem sokkal jobbak. Jobbak, mint a főszál, de mondjuk az első epizód főszálánál, illetve néhány főbb mellékületésénél szerintem nem jobb, vagy maximum ugyanaz a szín. Tehát összességében azt gondolom, hogy a világalkotása és a küldetések, a sztori, a párbeszédek sokkal gyengébbek, mint az első részé. Annak az első részének a párbeszédek lehet, hogy komplikáltabbak, vagy komplexebbek voltak. Tehát sokkal nehezebb volt lefordítani egyébként, ugye az volt magyarítás, így sokkal könnyebb megérteni egyébként a legtöbb párbeszédet, viszont tele van feleslegesen szintén erőltetett kalóz és egyéb ilyen ottani törzsek szlengének a nyelvével, tehát amikor keverik az angolt, az ottani törzsek szlengével, iszonyatosan szar. Erőltetett és idegesítő. A játék sokszor ezzel próbál viccelődni, első 5 percben még nem a szó, de amikor már 81-ára látod ugyanazt, rohadtul idegesítő szerintem, és a szinkront ugyan tök jó, hogy mindenhol megcsinálták, tehát például a résznél az összes legkisebb karakternek is volt szinte szinkronja. Viszont erőltetett ilyen spanyolos angolt raktak bele, meg ilyen dél-amerikai, mexikai, meg nem tudom, egy ilyen karibi stílus keverték az angollal, úgyhogy ilyen erőltetett volt az egész. Hát akkor beszélt volna a saját nyelvén, vagy spanyolul, bakker, sokkal jobb lett volna. Az autentikusságot, ez csak növelte volna, amit annyira szerettek volna elérni. De nem, ők megint összekeverték azt, ami csak szép kutyáltá az egészet, szét szedte az egész hangulatot. Aztán a játéknak nagyon szar a küldetés rendszere, illetve a küldetések tekintetében gyakorlatilag semmit nem segít, vagy hát csak max fél mondatokban mondja, hogy merre menj, neked kell rájönnöd. Ez is valószínűleg azért van így, hogy még tovább növelje a játékidőt, mert amúgy maga a játék állítólag egyébként sokkal rövidebb, vagy legalábbis rövidebb, mint az egy, viszont ezzel a sok felesleges császkálással és az elcseszett küldetés mutató rendszerrel sokkal nagyobbra tudják növelni. Ezek általában a leggyengébb RPG-k, szerintem, amelyek ehhez folyamodnak. Úgyhogy a küldetések megtalálása és megkeresése, vagy általában csak a jelezése föl tudja idegesíteni a játékost, mert a jelzés az nem nagyon van jelen. Persze ott a másik véglet, amikor a seggedben is iránytűk vannak, meg jelek, hogy itt van a küldetés, ez sem a legjobb, de még ez is jobb egyébként, ha választani kell. Lehet, hogy ez is idegesítő lesz, de egy idő után megszokod, itt viszont nem tudod megszokni azt, hogy nem kapsz információkat. Már az első résznél is azért, hát nem arra volt híres a küldetés leíró rendszer, hogy azonnal mindent megtudsz, de olyan nem volt, mint amit, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem tudsz meg. Tehát, hihetetlen, tehát annyira idegőrlő, hogy valami őrület. A másik, hogy a játék nem kedveli a vendégemet, nem kedveli annyira az Armdirlévet, és az action sem totál imádja, bár még az action-nál a legjobb a felvétele, ezt a hármat próbáltam vele, de annyira meguntam a végén már, hogy sokszor két-három részletre kellett egy videót vágnom, mert nem tudtam összecsatolni egybe, volt, hogy egy videó félig volt fölvéve, félig nem, pedig be volt állítva, mert láttam, hogy veszi föl. Volt olyan, ahol nem volt hang, és lehetne sorolni, és csak ezzel az egy játékkal volt ez, képzeljétek. Még a Mortal Kombat 9-nél is volt egy-két utolsó videónál, hogy nehezen tudtam felvenni. Meg még egy 10 perc az egyiknél le kellett vágnom, de ez az egész játékban egyszer fordult elő. Itt az összes videónál szinte, képzeljétek el, tehát milyen idegörlő volt. Tehát az első résznél felvételileg semmi probléma nem volt, ilyet volt magyar felirat is. Itt egyik sem volt tökéletes, vagy nem is volt jelen, mint ugye a felirat.
felvételen maga a rémálom volt. Úgyhogy volt a videót, két-háromszor kellett megcsinálnom, hogy végre valamit meg tudjak oldani benne. Volt, hogy újra kellett kezdenem egy mentést. Szóval őrület, őrület. A játék bukos ilyen szempontból mindenképp technikailag. Iszonyat. Aztán tele van a játék egy ilyen átvezető részekkel, ahol sokszor az istenekkel újra találkoztatunk. Ezekkel egy nagy gond van, hogy tökre ismétlőek. És nem nagyon halad előre a sztori. Maga alapvetően a sztori iszonyat lassan halad előre. Bármilyen nagyobb lépést, nem tudom, jó 10-20 óra után tudunk lépni. Mert addig egy helyben toporog. Ez is olyan idegesített. Míg az első részben éreztem egy folyamatos lassú, de folyamatos haladást. És volt értelme a dolgoknak. Itt azt éreztem, hogy megint csak az időt húzzák velünk. Rohadtul idegesítő erőltetett volt. Mint a készítőket látszik erőltették volna, hogy csináltak meg a második részt, bármi nem akartuk volna, én ezt éreztem végig. Eléggé gáz. Még az első résznél a lelkesedést éreztem, a tiszteletet a Baldur's Gate és a régi játékok felé, amelyek ihlették ezt a játékot. Itt azt éreztem a másodiknál, hogy ez egy erőltetett nyögvenyelő szülés. És ez végig ott volt a pár az ideg, a történetvezetés, a remegetett technikai hibák, a szarul levezetett küldetésrendszer, a belerakott hajókázás és a kalóz feeling, de elcseszett módon. Tehát a megvalósítás az már nagyon szar volt. Ezek mind azt utatták nekem előre, ezt a részt nem akarták megcsinálni, készíték. És bukosabban is jelentnek, mint az egy egyébként. Nem is volt akkora nagy a bevétele. Tehát a Kickstarterre az mind a kettőnek hasonló 4 millió dollár körül volt, viszont a játék megjelenés után az egyből sokkal több fogyott. És először nem értettem, hogy miért a francia, amikor nem játszottam vele, de most már ezek után értem, hogy miért. Ez a játék, ez egy félkész játék. Egy ötletelés után gyorsan összecsapott játék. Tehát 3 évig volt egy ugyanolyan sokkal nagyobb kaliberű és nagyobb grafikai fejlődésű résszel, míg az egyet majdnem 4 évig fejlesztették, sokkal kisebb dolgokat kellett 4 év alatt megoldani, mint ami a kettőben látható. Ha vagy nagyobb gárdát kellett volna fölvenniük, vagy nem tudom, vagy még eltolni egy-két évre ezt a játékot, és kiszedni a hajózást. Én alapból kiszedtem volna, tehát ez hihetetlen tényleg, hogy mennyire rosszul volt megoldva. Viszont egy valami, ami nagyon tetszett, az, hogy az inventory és a kezelőfelület sokszor átláthatóbb volt, bár nem sokkal egyébként, mint az egyé, és főleg a skill rendszer, tehát az tetszett sokkal jobban, tehát a karakterek fejlesztése, fejlődése, az sokkal jobban tetszett, mint az egyben. Tehát ez az az egyöntetű dolog, meg egyébként a grafikai minősége és dizájna, amire azt mondom, hogy sokkal jobb volt, mint az egy. Ez a kettő összességében. De sajnos semmi más nem tudnék kiállni, nagyon sok ezen ismétlő el, amit egy az egybe átvettek az egyből, tehát egy ilyen laziness, lustaságfaktor. Konkrétan egy az egyben vannak átvéve kövek, könyvek, jegyzetek, istenségek, stb. Ez volt a Baldur's Gate 1-2-ben is, de azért az 20-20 néhány éve volt. Itt azért már nem kellett volna szerintem ezt megcsinálni. Aztán volt ugyanolyan hanghatások, illetve karakterek tűntek elő egy az egyben, mint az egyben, csak kicsit jobb változatban. Valószínűleg a karakterekkel is ilyen szóval most spóroltak. De ezek apróságok a játék alapvető fundamentális alaphibájai mellett. Tehát őrület élnek, hogy mennyire elcseszték pedig. Nekem nagyon tetszett az egy is, vártam, hogy mit tudnak csinálni. Kettőben nagyon tetszett már a soundtrack először, amikor meghallottam. Aztán amikor hallottam, hogy a harci zenéket már nem oldották meg jól, akkor ez egy kicsit lekukasztott, de a legfőbb bajom ezzel a hajózásos rendszerrel, a felesleges csaszogással, a korlátozásokkal és a fölgyorsított harcrendszerrel volt talán, meg a technikai hibákkal nem tudta felvenni a játékot, ez tényleg őrület. Egyébként az a vicc, hogy újra prezentáltak ezt a játékot, hogy nagy szabadság lesz, bejáratjátok a szigeteket, a területet, meg minden. Aztán fontos, hogy le van korlátozva a dolog. Tehát a játék végén persze megtehetitek, ó, igen. De amire oda eljuttak ezekkel a hátráltatásokkal, a nehezítésekkel, és hát ha veszitek fel a videót, akkor még a technikai hibákkal, az jó sok óra lesz, tehát addig szenvedni fogtok, ezt elfelejtették mondani. Illetve azt is, hogy a hajókázás, amit annyira nagyon belógattak, az egy... Vannak olyan részek, ahol képzeljétek el, csak az akadályoz, hogy ilyen milliméterre sziget kinyúlványok miatt nem tudtok tovább menni. Van olyan, hogy valami grafikai bug miatt nem tudtak tovább lépni. Szóval őrület tényleg, tehát olyan hibák vannak, amelyek a játékmenetet akasztják be. Akkor van olyan, hogy nem érzik el a játék az adott képességet vagy skillet,
amit használtak. Azt szerintem amiatt lehet, mert megengedték most ezúttal azt, hogyha elvarázsoltok egy varázslatot, egy szekundumban belül ugyanúgy megváltoztathatjátok. Ez egy alapvetően egy jó dolog, de technikailag nehéz megvalósítani, ne legyen valami buk közben, vagy... Tehát ha valami rosszul van a háttérben, akkor nem érzékeli emiatt a második varázslatban, amit egy szekundum alatt gyorsan az elsőből megváltoztattatok. Tehát a egész harcrendszer is fele más, mert a megszakítások is fontosak voltak az első részben, amiket okoztattak a karakterekkel. Itt viszont a felgyorsított harcrendszerrel és ettől a sokszor bugos skill használattal egy csomószor volt, hogy meghaltam. Már olyan volt, mintha nem vettem volna be a karakter a dolgot. Ilyet volt olyan, amikor lefagyott volna a karakter. Tehát nyomtam például, hogy így meg az italát, és hogy 5 percig tartott, mire megitta. És nem azért, mert lebénult, mert azt grafikailag is látjátok, megjelzik egy ilyen jelzéssel is, hogyha lebénít az ellenfél, hanem egyszerűen, mintha be akart volna, leassott volna a harcrendszer, vagy a grafikai engine bolondult be, hát én nem tudom, de nagyon sokszor csak emiatt haltam meg. Egyébként nyertem volna elég gyorsan, hogyha megissza azt a rohadt italat, hogyha használja a skillet, vagy eldobja a bombát. Ez a furcsa, miközben gyorsítottak a harcrendszeren, sokszor azt éreztem, hogy mint a slow motion belelassítva dobnák el a bombát, vagy azt is lehet, vagy skilleket úgy használnák. Nagyon sok skill pedig nem sokat ért. Vannak olyan varázslatok, illetve skillek, amelyek főleg itt az elején, a szűkebb tereken, amiből a legtöbb van, csak hátrány, hiszen a saját egységeiteket is sebzitek vele. Ez is idegesítő volt, mert az első epizódban ott nagyon nagy terek voltak legtöbbször. De még a belső terek is viszonylag nagyok voltak, és tök csomó varázslatot tudtam használni, és ott ugye nem is volt ilyen gyors a harcrendszer. Itt nem ez a helyzet. Úgyhogy ez is felidegesített igazából a hosszabb távon, de hát ez van. Meg a körmön font fogalmazás, ugyan könnyen megérteni az angolját, de sokkal jogibb-szerűbb a szöveg, az igazság, elnyitottabb, mint kéne, kelleténél. De miatt nem annyira olvasmányos. Annak ellenére, hogy könnyebb lefordítani, mint az irodalmiasabb első rész angolját. Szóval körülbelül ennyit akartam mondani erről a részről, de nekem ez egy idő, falu, de konkrétan falu, tehát nem pozitív értelemben értem ezt, hanem ez egy időfalú játék, ami elveszi feleslegesen az idődet mindenfélével, és még bugos is, sokkal gyengébb, mint az első rész. De így már értem, hogy mert nem vitték annyira, mint a cukrot. Egyszerűen el van cseszve. Ez egy erőltetetten kierőszakolt folytatás a készítőkből, nem egy olyan folytatás, amit átgondolva készítettek volna kell. Megvoltak az alapötletek, de nem gondolták át, és a megvalósítását is elcseszték. Ez volt a gond. Gyorsan ugorjunk a kútba, ezt megtették, csak utána már nem gondolkoztak, és nem valósították meg jól azokat a felvetéseket, amik alapvetően akárjuk is lehettek volna. Ennyit akartam mondani, a Pillars of Eternity 2-ről búcsúzom tőletek, sziasztok! Úgyhogy a játéknak adok egy kemény 60%-ot.